November 11-én ünnepeljük Szent Márton napját. A legenda szerint Márton misszionáriusként sok jó cselekedett, ezért püspökké akarták szentelni. Mikor ennek hírét vette az értejövő küldöttek elől, alázatosságában a ludak ójába bújt. A szárnyasok gágogásukkal óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Márton egész életét áthatotta a szerénység, az alázat, mondta Fuchs Márta, néprajzkutató. Püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. Az alkalomhoz több babona is kapcsolódik. A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az első hó. A népi hagyomány úgy tartja, ha Márton napján esik a hó, akkor enyhetél lesz, amennyiben nem, akkor kemény évszakra számíthatunk. Érdekességként, hát persze medárnak, meg hasonlók, hát általában ismerni szoktam a babonákat, meg hogy lekopogjuk, de abba se hiszek. Semmi babonában nem hiszek. A napot számos módon szokták ünnepelni. Minden évben megyünk az iskolába felvonulásra, azaz pont holnapi nap lesz, mi vidékiek vagyunk. Tábortüzet szoktunk rakni az iskola udvarában, vagy éppen az óvi udvarában, amikor óvics volt, illetve zsíros kenyeret, lilahagymát szoktunk felszolgálni a szülői munkaközösség a szülőknek, illetve a tanároknak. Gyakorlatilag ennyi. A hagyományok szerint Márton napján sokan libát fogyasztanak. A közös étkezés a nap fontos részét képezi. Igen, általában majdnem mindenki, még akár családi körben is, tehát nem kimondottan mondjuk éttermekben, hanem a család körében is. Magyarországon általában iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében a gyerekek járják az utcákat maguk készített lámpásokkal.